Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Frontember mai adása Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel, aki már itt is van velünk. Szia Georg, köszöntünk a műsorban. Szia drága Tomi, mint látod, már teljes választási lázban égek. Én is fölvettem a szerencsehozó Trump sapkát, úgyhogy ezzel a fejemen fogok most drukkolni ugye a következő órákban. A keleti parton ugye mínusz 6 óra van, azt számítsuk le, úgyhogy hát még alszanak az emberek, de vannak, ahol kinyitottak már, képzeld el, a évfélkor a választási lokálok. Ennek is egy nagyon érdekes története van, el kell, hogy meséljem, kicsit sztorizgatok itt a választásról. Kezdem talán azzal, hogy miért nyitnak ki kisvárosokba vagy falucskákba, ahol 100 fő alatt van a lakosság, a választási lokálok. Ez egy történelmi döntése volt a kormánynak, hogy azok az emberek, akik a vasútnál dolgoznak, éjfélkor gyorsan leadják a szavazatukat, hazamenjenek, aludjanak egy pár órát, mert ugye általában reggel 6-kor már újra műszakba kellett állni, tehát akkor még nem volt ilyen 8 órás munkahét, 5 napos, hanem akkor minimum 6 napot dolgoztak az emberek, és hát voltak, akik 16-18 órákat is lehúztak bizony a vasútnál, tehát ezért van. Meg az is egy nagyon érdekes történet, hogy miért kedden van a választás az Egyesült Államokban. Ugyanálunk megszokott, itt az európai, főleg az angolszász régióból indult, hogy vasárnap, mert akkor az emberek nem dolgoznak, van idejük. Na, az Egyesült Államokban ez olyan volt, hogy ugye amikor még igazából a telepesek elindultak, kis farmokat alkottak, nagyon messze laktak a városoktól, már ahol voltak, akkor ugye városok, általában ezek a kikötők voltak, New York, San Francisco, aztán később alakultak ki így a nagyobb ipari központok, de azelőtt bizony az embereknek több napi járóföldre volt a választási lokál. Tehát aki el akart menni szavazni, annak el kellett menni mondjuk egy városházára, vagy egy iskolából, ez be volt rendezve, és volt olyan, hogy két napi járóföld volt, tehát lóval, lovaskocsival volt, aki gyalog indult, és ez úgy volt, hogy vasárnap az emberek elmentek a misére, imádkoztak természetesen az elnökért is, a jó termésért, mindenért, és utána elindultak, mondom ki, milyen gyalogszerrel, lóval, lovaskocsival választani, és ez úgy volt, hogy csütörtökre vissza kell, hogy érjenek, mert csütörtökön van mindig a vásár. És addigra mindenki igyekezett haza. Tehát mondom, ez egy ilyen volt, hogy 4 napos program volt egy családnak. Ez még nem a gyors éttermek korszaka Amerikában. Ez nem a gyors étterem, meg a választóautomaták, meg a levélszavazás. Volna így? Hát, Fennet, én már nem élnék, képzeld el, ebbe én is belegondoltam, mert amúgy nagyon szimpatikus volt nekem is az a korszak, amúgy úgy szívesen éltem volna történelmi korokban, akár még a középkorban is, lovakkor, meg minden marhára érdekel, mind a mai napig ennek a történelme, de én ugye 14 évesen kaptam egy nagyon csúnya vakbélgyulladást, amit utolsó pillanatban állapítottak meg a dokik már perforálás előtt. Tehát én valószínűleg akkor ugye már nem élnék, mert meghaltam volna vakbélgyulladásban. Tehát a sors fura fintorra lett volna, 13 éves koromig élveztem volna a lovakkort, a vikingkort, vagy bármit is, utána meg Csába Binéni beraktak volna egy dobozba. Úgyhogy mondom, ez így indult, és ami még érdekes, utána néztem annak is, hogy mi van a közügyektől való eltiltással az Egyesült Államokban? Ez egy érdekes kérdés, ugye tudva levőleg, sehol nincs annyi ember a börtönben, mint az Egyesült Államokban, jelen pillanatban 4 millió emberül, gondolj bele, 4 millió a rács mögött. Tehát harmadni Magyarország, vagy sőt. Harmadni Magyarország, én is ezt mondom, hogy a fel a lakosságunknak, tehát csoda jó sztori, és képzeld el, az 50 államból 48-ban ez úgy működik, hogy ha bekerülsz a rácsok mögé, automatikusan megszűnik a szavazati jogod. Mindössze 2 államban van olyan, hogy nem tiltanak el automatikusan a közügyektől, ahogy börtönbe kerülsz. A 48 államban pedig utána még kérvényezned is kell, képzeld el, miután letöltötted a büntetésedet, hogy visszakapd a szavazati jogodat. Ki kell tölteni egy űrlapot. Ezt be kell adnod hivatalosan, be kell nyújtanod személyesen vagy elektronikus úton. Na, ott pedig utána néznek, ami azért nem rövid dolog, hogy kifizetted-e a perköltséget, mint elítélt. Kellett-e jóvátérítést vagy kártérítést fizetned az áldozataidnak, plusz volt-e még valamilyen pénzbüntetés is, vagyonelkobzás ez, vagy van, tudod, hogy ilyen több 10 000 vagy akár 100 000 dollárra is büntetnek, amit te igazából rossz esetben életed végig részletekben törlesztesz. És ameddig te teljesen ezeket a költségeket nem térítetted meg az állam vagy az áldozatok fele, addig nem kaphatod vissza a szavazati jogot. Egyébként én ezzel egyetértek. Amúgy teljesen korrekt, én is ezt mondom. Magyarországon is ugye a bíróságok mondhatják, hogy a közügyektől való eltiltás, épp tegnap néztem meg egy bírói döntést, ott is az volt, hogy 6 év fegyház, 6 évre a közügyektől való eltiltás. Na,
Tehát így működik, és utána néztem annak, hogy hány ember van most kint, akik szeretnék visszakapni a választójogukat, de még mindig nem fizették be ezeket az összegeket az állam fele. Na, 1 millió. Tehát 4 millió börtönben, 1 millió még tartoznak önköztemnek különböző költségekkel, úgyhogy 5 millió embert zárnak ki ezzel a választásokból. Gondoljuk bele, azért ez fél magyarországnyi, tehát ez egy óriási választópotenciál, akik ugye nem tudtak szavazni. És hát megnéztem azt is, hogy hogy állnak az eredmények. Iszonyatosan szoros, nagyon-nagyon-nagyon szoros. Kamala Harris tegnap még csinált egy ilyen igazi sztárparádét Ricky Martinnal, Lady Gaga énekelt, és fel is szólalt, ugye, hogy a nők jogáért, hogy ide, hogy egy női elnök kerüljön az Oval Office-ba, tehát hatalmas sót csinált. Trump és Vance hozták a kötelezőt, ugye Vance megint elővette ezt a szemetes sztorit, hogy hát ha már kukásokról beszélünk, majd kihordjuk a szemetet Washingtonból, és the name of the trash is Harris, tehát ki is mondta, óriási ováció volt. Trump is hozta a formáját, nem kellett félteni, tudjuk. Kihangsúlyoztam nagyon, hogy a határok védelme mennyire fontos, beszélt arról, hogy hány bűncselekményt követtek el az illegális bevándorlók. Nagyon sokan ugye agyonlőnek rendőröket, amikor megállítják őket, nincsenek papírjaik, nem tudják igazolni magukat, ezért inkább egy illegálisan beszerzett lőfegyver van nála, előveszi, lelövi a rendőrtisztet, aki mondjuk este őt az autópályán, vagy autóton, vagy bárhogy igazoltatná. Na, Donald Trumpnak most az a terve, hogy törvény módosítás lesz. Tehát akik agyonlőnek egy rendőrt, vagy agyonlőnek egy amerikai állampolgárt, tehát egy nem amerikai, egy bevándorló, arra a halálbüntetést kérhesse az ügyészség szövetségi szinten. Tehát nagyon komoly, óriási ovációval fogadták, hatalmas tapsvihar volt tegnap Pennsylvaniában, ahol tartotta az utolsó kampányrendezvényét, Kamala Harris Michigan államban volt, ahol nagyon sok arab származású és nagyon sok muszlim amerikai él, és hát ugye ígéretet tett, hogy igyekszik majd befejezni a háborút Gázában, Libanonban, bla bla bla, tehát jött a szokásos sztori, de értelemszerűen sokan a fejére olvassák, hogy hát te vagy az alelnök, már befejezhetted volna, miért majd, amikor megválasztanak. Tehát igazából a teszetuszatságát azt olvasták a fejére nagyon sokan. Megnéztem, hogy mit mondan a nemzetközi sajtó, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy paraszhajsznyányival, de Donald Trump vezet. Tehát még a német mainstream média, tehát az ARD, ZDF híradó is azt mondják, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a közhangulat is olyan, hogy sokkal többen akarnának szavazni, vagy akarnak szavazni Donald Trumpra, mint Kamala Harrisre. És itt egyértelműen üzemanyagárak, élelmiszerárak, közbiztonság, a határok védelme, tehát ezek a témák viszik nagyon erősen a primet. Érdekes módon Ukrajna annyira nem, tehát Ukrajna valahogy visszaszorult. Megállapították azt is, hogy a fiatal férfiak általában Trump szavazók, mert egy ilyen maszkulén, ilyen apa figurát is látnak benne, aki egy jó vezető, tehát a fiatal férfiaknál egyértelműen viszi a prímet. A nők körében Kamala Harris az biztos, hogy győztes, tehát ugye azért nagyon sokáig a nőknek nem volt szavazati joguk igazából, hanem is azt mondom, hogy elnyomják őket, de nem voltak benne annyira az államigazgatásban, a fontosabb posztokban azért az elmúlt évtizedekben. Lehet tudni, mert az első nők például megjelentek akár a NASA-nál, akár kormányhivatalokban. Általában csak titkárnők voltak, és később jött az, ugye később évtizedekben, hogy a nők is fontos politikai szerepet kaptak. Na és a nők most azt mondják, hogy akkor itt az idő, legyen egy female president, legyen egy női elnöke végre az Egyesült Államoknak. Úgyhogy így áll a helyzet. Mindenki marhára izgul, egy barátom pont most írt nekem, Dani ismerette is István Danit, hogy szerencsére... Tudunk is ma vele az élő adásunkban beszélni egyébként. De jó, Washington DC-be kellett menni, és tök boldog, hogy ott van pont a történések központjában, mondta, hogy nem is remélte, hogy ilyen szerencséje lesz. Beszéltem egy másik kedves barátommal San Franciscóban, ő pedig mondta, hogy hát ugyanaz a probléma, ami New York államban, hogy Kalifornia államban nem szabad elkérni az ID-t, tehát egy jogosítványt, útlevelet, vagy bármilyen más személyazonosító iratot attól, aki voksolni megy, és ez komoly probléma, mert mondta, hogy ott is tapasztalták, hogy valaki elment szavazni, megnézték a listán, ja, maga már volt, és közben nem volt. Tehát igazából ennek az a rákfenéje, hogy te tudod mondjuk, hogy van egy szomszédod, aki úgy nagyjából egykorú veled, ott lakik ő is a BK-ban, és tudod, hogy mondjuk Biden, vagy illetve Kamala Harris szavazó. És akkor mondod, hát, amit a paci himbál, no more bullshit,
inkább fogom magam is, elmegyek, leszavazok helyette, és behúzom Donald Trumpra. És ugye megkapom a szavazólapot, ezt be kell szkennellem, ezen van egy kód, a gépbe is szippantja utána, és beszkenneli a szavazatomat, és lényeg az, hogy ezzel én leszavaztam valakinek a nevébe, tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és mondjuk utána elmegyek még én is aznap délután, amikor már más választási biztosok vannak, és akkor a saját nevemen újra leszavazok. Tehát mondom, nem túl jó, ez tényleg egy nagyon-nagyon negatív dolog, mert biztos, hogy lesznek ezzel visszaélések. Szóval dióhéjban összefoglalva, igaz, kókusz dióhéjból, de így áll a helyzet most in the United States. Itt közvéleménykutatási adatok összesítése van előttem, amiből azt látjuk, hogy ugye a többséghez 270 elektronikus szavazat szükséges, és hogy szinte biztosan van Kamala Harrisnek 211, Donald Trumpnak pedig 219, de nyilván van egy csomó billegő állam, ahol nem lehet még tudni, hogy mi lesz a választásoknak az eredménye, és hát gyakorlatilag a közvéleménykutatásokból is nagyon nehéz ezt megjósolni. Tegnap a Hitrádióban az a szokás, hogy minden választás egy ilyen táblára felírjuk, hogy ki mit tippel. Én egyébként Trump győzelmet tippeltem, és azt mondtam, hogy ilyen 278-280 elektori szavazata lesz. Most téged kérdeznének, hogy egyáltalán szerinted szoros lesz a végeredmény? Én abba bízok, hogy nem. Most utána egy kicsit nincs nálam ugye se kristálygömb, se inga, pedig rám férne igazából, de ahogy megnéztem most közvéleménykutatásokat az Egyesült Államokban, meg elemzői megszólalásokat az elmúlt órákban, még itt a műsor előtt kicsit bögyörgettem az internetet, azt mondják, hogy ha most sikerült Trumpnak elvinnie Penn State-et, tehát Pennsylvaniát, akkor ügyőzni fog. Tehát, hogy állítólag ott van most igazából mindennek a központja a Pennsylvania államban. Ugye nagyon azt hiszem 11 elektori szavazat van az egyik legfajsúlyosabb állam, ha jól emlékszem, akarom most butaságot mondani, de úgy néz ki, hogyha elviszi Pennsylvaniát, akkor ő lesz a győztes, tehát bízzunk benne. Én azt mondanám, hogy jól állsz valahol a számolásokkal, tehát én is azt mondanám 280 vagy akár 281 elektori szavazattal, felírhatsz engem is a listára, mondjuk legyen 281. Jó, megjegyezzük. Egyébként, ha már Pennsylvaniát említetted, itt 19 elektor van, 2020-ban Joe Biden nyert Pennsylvaniában, és a mostani közvéleménykutatási adatok úgy néznek ki, hogy Donald Trump 48,5%-kal vezet, Kamala Harrisnek pedig 48,1%-ot mérne, de aztán ebből próbálja meg valaki kihámozni, hogy akkor most mi lehet valójában. Hú, igen, kösz, hogy utána néztél, mondom, nem voltam biztosítani a Pennsylvania adatokban, attól való 10 fölött, tehát egy fontos állam. Hát igen, mindenki mondja, hogy szoros, tehát a Fox-tól kezdve CNN-ig, CNBC, mindenki azt mondja, hogy szoros, tehát senki nem mondta azt, hogy Kamala Harris így vezet, vagy hogy Donald Trump orhosszal is megnyertük már most, tehát ez nincs, nagyon óvatos mindenki. Nagyon sok vacilláló van, nagyon sok olyan szavazó, aki még az utolsó pillanatban fog csak dönteni. Igazából, tudod, ez egy nagyon nehéz dolog, elmeséltem a sztorit, azt hiszem egyszer, hogy ültem a fodrászdába, és hogy kire szavaztak a fodrásznémik. Tudod, kérdezett, beszélgettek, miközben én vártam a soromra egy hajvágásra, hát sok dolguk nincs vele, de lényeg az, hogy kérdezett az egyik, hogy te mond Etelkat, hogy kire fog szavazni, és akkor az mondta, hogy Gyurcsány Ferencre, és úgy nézett a másik fodrászdába, hogy miért pont a Gyurcsány Ferencre? Hát mert annak olyan jó a frizurája, mindig olyan szép öltönyei vannak, meg nyakkendői, mindig úgy, mint a skatujából húzták volna ki, egy nagyon elegáns férfi. Másik úgy elgondolkodott, hogy megállt a kezébe az olló, mondja, hát igazad van, tudod, mit én is rá fogok szavazni. Ezzel eldőlt két szavazat Budapesten, 11. kerület. Tehát durva, és vannak ilyenek, akik még úgy nem tudom, mondjuk tegnap, fellépett nála Lady Gaga meg Ricky Martin, hú, de jó show volt, Kamala Harris, tudod? Ó, mit mondott Donald Trump? Kivégzik azokat, akik rendőrökre támadnak, király behúzza az X-et. Tehát az utolsó pillanatok is nagyon... Vagy hogy lát egy mémet, vagy a social médiában görget valamit, hogy hú, de menő ez a poszt, és akkor nyilván bombázzák is rá, de Elon Musk, tippeld meg, hogy hány posztot engedélyezett, vagy hány poszt kötődhet most a választásokhoz és Donald Trumphoz? Nem tudom. Milliárdban gondolkodj. Azt a posztok? Tehát az X-en a posztok, 5 milliárd poszt? Annyi nem, kettő milliárd poszt, az X-en foglalkozott a választásokkal, tehát 2 milliárd embert értek el.
nagyon durva, ugye a republikánusoknak is Donald Trump. De nézem, hogy a Joe Rogannél volt tegnap az Elon Musk, és az is 5 millió fölötti megtekintésnél jár, bizony, ami azért hát már amerikai viszonylatban is jónak számít. Leghíresebb, vagy azt mondhatom néha a leghírhettebb influencerről beszélünk, neki azért voltak pár durva ilyen rasszista beszólásai, tehát sokan nem szeretik őt, rengetegen nézik, rengetegen kajálják a szövegét, értelemszerűen híres, ő is egy szókimondó ember. Nem is mondanám, hogy rasszista, vagy valamilyen elveket követ. Egyszerűen szókimondó, ami a szívén, az a száján, és nagyon sok amerikai ezt szereti. És ami még érdekes, amit akartam mondani, majd nem kimaradtam, hogy képzeld, a hiszpányok úgy néz ki, hogy ahol már nekiálltak egy kicsit így kielemezni, hogy kik hova szavaztak, például Florida állam nagyon fontos. Ugye Florida államban nem tud spanyolul éhen, ha azt mondja, van ez a mondás, mert igazából rengeteg kubai származású hiszpánio-amerikai jelölt. De ugyanez a helyzet például New Mexico államban, ugye rengeteg mexikói származású van, de ugyanúgy Kaliforniában is, Arizonában is. Na, és ők ugye konzervatív keresztények. És úgy néz ki, hogy ez a hiszpánió konzervatív keresztény réteg Donald Trumpra fogja leadni a szavazatát. Főleg azért, mert ugye ők is abortusz ellenesek, tehát ezt nagyon-nagyon komolyan veszik. Tegnap például ilyen keresztény közösségek közös imákat is tartottak, mert mondták, hogy ugye, ahogy ők nevezik, hogy aki a magzatgyilkosság ellen van, az egy jó vezető, azt ők respektálják, és hogy imádkozzunk akkor Donald Trump győzelmérén. Közös imákat tartottak például közparkokban is, templomokban is. Úgyhogy még a spirituálisan gondolkodóbb embereket is nagyon megfogta ez a választás. Tényleg mindenki arról beszél, hogy ez egy nagyon izgalmas, nagyon történelmi választás lesz, mert tényleg két erős politikai oldal csap össze. Hát meglátjuk, ugye azt mondom, nekünk konzervatívaknak sokkal jobb lett volna, hogyha Joe Biden marad. Mert szegény most már ugye valamelyik nap is leszállt a repülőről, és nem ment oda az elnöki Chevy terepjáróhoz, hanem elindult valahol a napfelkeltébe. Tehát úgy elkezdett sétálni ott a kifutó pályán, amíg a testőrei elnök úr itt várja az autója, és oké, és akkor elindult visszafele. Szóval jobb lett volna, mert akkor nyilvánvalóan egy idős bácsi ellen könnyebb lett volna egy energikus Donald Trumpnak győznie, hiába 78 éves. Szeretnék fele annyira energikusnak lenni, mint ő, tehát egy zseniális ember valahol. Úgyhogy mondom, én tökre izgulok, tehát látni a sapkámon, az is kipirosodott, nem csak a füleim, szóval mondom, izgi lesz. És ha jól tudom, akkor van egy település, ahol már megszámolták a szavazatokat, megvannak az első eredmények. Így van, Dixville, képzeljétek el, Dixville egy óriási város, a kanadai határon 6 lakossal, 6 felnőtt ember lakik ott, akik regisztrált szavazók voltak, és itt bizony már megszámolták, ugye, ahogy mondtam nektek, kis településeken éjfélkor kinyitottak a szavazóhelységek, mind a 6-an le is szavaztak, és döntetlen, képzeljétek el, 3 ment Trumpra, 3 ment Harrisra. Tehát mondom, kicsit vicces a hely, de valóban, hát a kis településeken ugye ezt villám gyorsan összetudják, tehát azért Amerikában jártam én is, például Texas államban, vagy New Mexico államban vannak nagyon pici települések, ott is nagyon nagy az elvándorlás, ugye az ilyen kiesebb részekről, ahol nincs munkahely, néhány idős ember lakik ott, vagy voltam a híres South Parkban, Colorado államban, tehát South Park nem csak a rajzfilmben létezik, létező hely. Régebben egy nagyon prosperáló kis közösség volt, ott képzeljétek el, ezüstbányával, tehát ezüstöt bányáztak. Elég gazdag kis település volt, elfogyott az ezüst, elfogytak az emberek, ami maradt a rajzfilm sorozat, meg egy-két tucat ember, akik még ott élnek, idős bányászok, azoknak a leszármazottait, hogy nem akartak elmenni. Igazából van egy kocsma, van egy vegyesbolt, és van egy szuvenírbolt, ahol South Park merchandise lehet kapni. Én is ott vettem magamnak Ken is, meg Kula bácsi is, ütőmágnes, meg ilyeneket. Tehát mondom, vannak ilyen pici települések, ott nyilvánvalóan villámgyorsan leszámolják, de hát azért ott vannak ilyen 20 milliós városok, mint ugye Los Angeles, meg Chicago, tehát azért ott ez melós lesz. Szakértők is azt mondják, nem biztos, hogy meg lesz erre a reggelre, ugye be kell fejezni a keddi napon, tehát ugye van, mondom, ez a 6-8-9 órás időeltolódás, attól függ, honnan nézzük, vagy 10 órás, ugye a Hawaii államot is beleszámítjuk. Legtöbb államban úgy van, hogy az utolsó szavazatot, amiután leadták, tehát az utolsó regisztrált szavazó is becsattogott, utána bezárhatják a helyiséget, és elkezdhetik a számlálást. Vannak államok, ahol viszont már előzőleg elkezdhetik, tehát nem kell megvárni azt, hogy tényleg a listáról kipipálják az utolsó embert. Meglátjuk, mi lesz. Sokan azt mondják, hogy nem valószínű, hogy ez
kedden meg lesz, tehát ami nálunk már szerda reggel, hanem elképzelhető, hogy ez egy napot csúszik, vagy hát ugye emlékezzünk vissza, hogy talán nem is tudom, mikor volt, amikor szintén a bírósághoz fordultak ugye az elnök jelöltek. Így van, és a Gornál, igen. 2000-ben egy hónapba telt, ugye, hogy megállapítsák a végleges eredményt. Bízunk benne, ez most nem így lesz, tehát jó lenne, mondjuk még 24 óra is akkor kiderülne, tehát mondjuk csütörtök reggelre magyar idő szerint. Meglátjuk, hogy mi lesz, ugye. Ezek a tények, amiket most gyorsan így el tudtunk mesélni a választáson, minden esetre nagyon-nagyon-nagyon izgi. Ugye ahhoz, hogy valaki nyerjen, ahhoz a csatatér államokat kell megnyerni, és azt írják, hogy itt egy hajszállal jobban áll Donald Trump, mert hogyha minden jól működik, akkor a 7 államból mindössze 3-at kell behúzniuk, és hogy itt például Trump esetében azt írják, hogy ha Trump 2020-os hasonlóan megnyeri Észak-Karolinát, és emellett pedig ezúttal behúzza Georgiát és Pennsylvániát, akkor van esélye. Kamala Harrisnak pedig úgy a legegyszerűbb belérni a győzelemhez szükséges 270 elektori szavazatot, ha Pennsylvania mellett Michiganben és Wisconsinban győz. És akkor ugye egyébként itt vannak a csatatér államok, Arizona, Észak-Karolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania és Wisconsin. Ezek közül 4 helyen, Arizonában, Észak-Karolinában, Georgiában és Nevadában Trump vezet a felmérések szerint, Michiganben vezet Harris, és Pennsylvániában pedig döntetlenre állnak, szóval a közvéleménykutatások alapján is, hát jelenleg Trumpnak egy hajszállal több az esélye. Nyilván nekem az a kérdés, hogy a közvéleménykutatók vajon alulmérik-e ismét Trumpot, vagy mivel mindig alulmérték, ezért most felülmérik, hogy ne égjenek be. Ezzel filóztam én is. Ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani, de inkább afele tendálok, hogy korrektek. Tehát most bármilyen közvéleménykutatást néztem, tehát nagyon-nagyon összecsengenek most, vagy összebeszéltek, az is lehet, vagy pedig tényleg korrektek a mérések. Tehát most nincs az, hogy diszkreditáljuk Trumpot. Tehát mondom, még például német híradások, tehát ők is, vagy a német sajtó is azt mondja, hogy picivel vezet, és mondom, tehát még a CNN is elismert, hogy a gazdaság jobb volt Trump alatt, amikor csináltak egy ilyen fácitot az elmúlt 8 évről, és hogy kiteljesített jobban, és hát Donald Trump. Úgyhogy én azt mondom, hogy korrektek most a mérések, tényleg nagyon-nagyon szoros a verseny, és hát jó lenne, mondom, hát tényleg fontos, mondom, most megnyerni például ugye Kamala Harrisnak, de hát ugyanúgy Donald Trumpnak például az arab származású amerikaiakat, meg a muszlim amerikaiakat, ugye dúl a háború Gázában, bombázzák Libanont, emberek 10 000-ei haltak meg már ebben a konfliktusban, amely több mint egy éve tart, és nyilvánvalóan ugye az arab emberek, főleg akiknek mondjuk rokonaik vannak, barátaik, ismerőség ebben a térségben, aggódnak, szeretnék, ha a háborúnak vége lenne. Tudják azt ugye, hogy az Egyesült Államok támogatja a legjobban Izraelt, most is például B-52-es stratégiai vadászbombázókat telepítettek át a közel-keleti bázisaikra, például Szaúd-Arábiába is az Egyesült Államok, direkt Izrael védelmére, tehát félnek, hogy esetleg Irán egy széles skálájú támadást fog indítani a következő napokban, benne van a levegőben. Úgyhogy ezt nehéz kimagyarázni. Tehát Kamala Harris mondta, hogy megtesz mindent a háború befejezéséért, de ugyanúgy megtesz mindent Izrael védelméért is. Tehát nyilvánvalóan ugye nagyon fontosak mind az arab, mind pedig a zsidó szavazóból lényegesen több van értelemszerűen, tehát csak New York államban ugye több zsidó él, mint egész Izrael államban, tehát egy óriási választópolgári potenciálról beszélünk, tehát ez minden elnöknek nagyon-nagyon fontos, épp úgy, mint például a lengyel származású szavazók is, ugye gondoljunk bele, amikor megnyeri valaki az Egyesült Államok elnöki székét, az első hivatalos látogatása mindig Lengyelországba megy. Tehát nagy elméket is adott Lengyelország, ugye egy Zbigniew Brzezinski például, ugye, aki politikai tanácsadó volt, tehát egy brilliáns elme. Tehát nem szabad elfelejteni ezeket az embereket. Volt külügyminiszter, szintén lengyel származású, zsidó is ráadásul, tehát nagyon fontos szavazói potenciál, ezekre nagyon érzékenyen oda kell figyelni ugye az elnök jelölteknek, hogy nem mondhatja azt, hogy nem támogatom Izraelt, vagy hogy kiállok a palesztinokért, mert azzal ugye az ellenkező oldalon szerez magának fekete pontokat, úgyhogy nagyon, nagyon óvatosan kell bánni ilyenkor a szavakkal.
Bár érdekes, Nógrádi György hívta fel a figyelmemet, aztán én is megnéztem, hogy a német tévé Michiganről között összeállításokat, és Michiganben például a palesztin arabok is azt mondták, hogy Donald Trumpot fogják támogatni, mert hogy ő az, aki majd rendet tesz a Közel-Keleten, ez volt az érvelésüknek a lényege. Bízunk benne, hogy a Trump megígért, hogy befejezi mind a két háborút nagyon rövid időn belül, hogy leül ugye mind Benjamin Netanyahu-val, izraeli miniszterelnökkel tárgyalni fog Vlagyimir Vlagyimirovicsal Moszkvába is, ugyanúgy tárgyalni fog Zelenszkij elnökkel Kijevben. Tehát azt mondta, hogy ő tényleg össze akarja hozni a háborús feleket, tehát békét, kiegyezést akar minden fronton. Bízunk benne, hogy így lesz, tehát nagyon szomorú lennék, hogy csalódott, hogyha csak egy választási szlogen lenne. De az tény, hogy Donald Trump alatt egyetlen egy háború nem indult el, és ő volt az az elnök, aki kezdeményezte az afganisztáni kivonulást is, és mondta, hogy Amerika a belső piacra, az amerikaiakra akar koncentrálni, és nem akar többet a világ csengőre lenni. Tehát ezek nagyon komoly szavak voltak tőle. Úgyhogy, ja, így áll a helyzet. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne ezeket a háborúkat befejezni, és ennek utána nézek, tehát ez új info, de hogyha tanár úr mondta, ő ugye azért legendásan sokat nézi tényleg a német híradót. Utána megnéztem én is az interneten elérhető, és tényleg az volt, hogy ott ezt mondta. És egyébként meg közben meg voltak olyanok, hogy megszólaltattak két ember, barátok voltak, és az egyik ide szavaz, a másik oda, szóval meg nyilván most a német tévé szerkesztői, hogy hogyan választják ki az interjú alanyokat, az egy más kérdés, de érdekes volt látni, hogy állítólag van az arab lakosságnak egy olyan része, aki tiszteli Trumpban az erőt, nyilván Kamala Harrisben azért azt nem tisztelik, meg ugye én tényleg nem vagyok soviniszta, meg semmi, de hát, hogy az amerikai arab lakosság szavaz egy nőre, szóval ezek nagy érdések azért. Persze, én azt mondom, nem ördögtől való, hogy egy nő legyen az elnök. Nyilvánvalóan lesz majd olyan, hogy az Egyesült Államoknak... Részemről nekem sem az arab lakosságnál kérdés. Abszolút, persze, igen. De akkor legyen konzervatív, mert figyelj, tegnap én is, hogy néztem a híradásokat, például megszólaltattak, ugye Harris szavazókat is, LGBTQ kitűző volt rajtuk, tehát LMBTQ láthatóan, egy szimpatikus fiatal meleg pár volt két srác, és mondták, hogy ők ugye Kamala Harrisnak a politikájával, a nyitottsággal, a voksággal minden sokkal jobban tudnak valamit kezdeni, mint sem ugye a konzervatív Donald Trumpi gondolkodásmóddal. Tehát nyilvánvalóan ez is fontos, és ha megnézzük például ugye mind a muszlim szavazókat, mind pedig a zsidó szavazókat, tehát mind a két oldalon, tehát a konzervatív vallásos emberek nem szeretnék ezt ezt a nyitott iskolákba érzékenyítést, ezt a túl tolását az LGBTQ mozgalomnak, tehát ugye a melegek, biszexuálisok, kvérek és minden egyéb ilyen transgender dolgot. Tehát ezt mind a zsidók, mind az arabok elutasítják. Ők konzervatív vallásos emberek, ezzel ők nem tudnak, meg nem is akarnak mit kezdeni. Tehát áltudományos dolgoknak tartják ezt az egész transgenderséget. És ahogy ugye egy miniszter is mondta nekem Bagdadban tavaly, hogy hát ha nálunk megpróbálnának egy ilyet, valószínűleg a szülők oda mennének egy kanna benzinnel, meg gyufával, azt felgyújtanák az iskolát. Tehát így gondolkodnak erről a konzervatív muzulmánok. Úgyhogy fontos faktor ez is, hogy mennyire megyünk megint ebbe a vókságba, mennyire kezdjük el megint, hogy minden iskolába kell érzékenyítés, kell harmadik WC, és hogy csak akkor vagy cool, hogyha nem tudom, valamilyen érdekes szexuális megnyilvánulásod van, de hogyha mit tudom én, heteroszexuális konzervatív embernek tartod magad, akkor már a náci vagy, tehát ettől el kell vonatkoztatni, mert ezzel is lesz szavazatokat veszteni. Tehát mondom, nagyon-nagyon sok csoport van, akik nagyon érzékenyen reagálnak az elnökjelöltek szavaira, és hát nyilvánvalóan ugye, ami az egyiknek jó, ha te azt mondod, hogy persze minden iskolában mehetnek a drag queenek, és tök jó lesz, és szakállas nénik fognak mesét mondani, hogy a két királyfő egymásba szeretett, van egy választói réteg, aki azt mondja, hogy királyság, mi ezt akarjuk, Kamala Harris fogjuk behúzni, mert erre van szükségünk, és akkor ott vannak ugye a hitű muzulmánok, akik tartják a vallást, tartják a konzervatív gondolkodást, és ugye ott is a magzatelhajtás, tehát az abortusz nagyon komoly bűnnek számít, tehát az iszlám vallásban is. Tehát értelemszerűen, hogyha azt mondja az elnökjelölt, hogy én ezt nem preferálom, minden államban majd a döntéshozók majd ott eldöntheti ugye az államnak a Supreme Court-ja, hogy engedélyezi ezt vagy nem, de én ellene vagyok, akkor nyilvánvalóan azt mondják, hogy ez egy konzervatívan gondolkodó rendes ember, rá fogok szavazni,
Ugyanúgy akkor ott vannak a háborúpártiak, ott vannak, akik ugye Ukrajnát akarják támogatni, ők nyilvánvalóan Kamala Harrisra fognak szavazni, mert ő nem akarja elengedni Ukrajnának a kezét. Trump pedig bejelentette, hogy humanitárius segítség oké, fegyverek azok már nem, meg hogy számolatlanul nem fogják a pénzt Ukrajnába szórni, hiszen nincs semmilyen transparency, nem tudjuk, hogy ezek a pénzek hova kerültek, nagy része az valahol ugye különböző csatornákon nagy valószínűséggel oligarchákhoz, politikusokhoz. Hova kerültek a fegyverek, nem tudni, még mindig ugye van ez a felvetés, igaz, bizonyíték még nincs róla, hogy Gázában is találtak olyan amerikai fegyvereket a Hamasnál, amelyeket Ukrajnának szánták, oda indították, hogy van egy ilyen fekete fegyverkereskedelem, mondom én még régebben, most utóbbi időben nem, de dögörgettem egy kicsit a Darkneten is, hogy miket lehet találni, és ott lehetett találni például már néhány száz dollárért AK-47-es kalasnyikovot két tele tárral, és nem tudom, ilyen 1200 dollár vagy valami ilyen volt, és ha jól emlékszem, 150 dollár volt darabja a kézigránátoknak, szintén amerikai készletekből Ukrajnának szánt. Úgyhogy mondom, vannak érdekes dolgok, de ne, mondom, meglátjuk, tehát úgy szoros, és nagyon sok csoport van, nagyon sok politikai vélemény ütközik most ilyenkor a választásokon, és persze, hogy mindenki ugye azt szeretné, hogy az ő politikai nézeteit, társadalmi nézeteit, gazdasági előnyeit segítse ugye egy elnök, ez értelemszerű, és hát arra fogják behúzni a szavazatot, tehát sokkal, sokkal színesebb az amerikai társadalom, ugye ott élnek tényleg kínai bevándorlóknak a gyereke, illetve hát már ők unokái, inkább azt mondom, ugyanúgy rengeteg európai van, az írek például, ugye nagy konzervatív blokk, tehát ők nyilvánvalóan azért sokkal inkább Trumpra fognak szavazni. A hiszpánó bevándorlók, ahogy említettem, ugye ők is keresztény konzervatívok, de ugyanakkor ott van az a fiatal amerikai réteg, amelyik már nem akar fölállni a himnusznál, aki már nem szereti a hazáját, aki már nem tűzi ki a lobogót a házára, aki úgy mindennek is érzi magát, de igazából nem érzi azt, hogy milyen csodálatos dolog amerikainak lenni. Tehát ők meg nyilvánvalóan Kamala Harrisra fognak szavazni, mert azt mondják, hogy az egész konzervativizmus, meg minden, ez nekem nem tetszik, és hogy legyen valami, de legyen egy elnök, de vagy el sem mennek szavazni, ez talán még a jobbik eset, vagy pedig Kamala Harris húzzák be. Úgyhogy mondom, ütköznek a dolgok, és mi meg itt ülünk és várunk. Közben azt nézem, hogy a Politico írt egy cikket arról, hogy az európai politikusok arra készülnek, hogy Trump visszatér, és emiatt egyébként aggódnak is, hogy főleg attól félnek, hogy egy Trump győzelem az EU és a NATO kohézióját is gyengíti. Franciaország például már felszólította az európai országokat, hogy növeljék a katonai képességeket. Azt mondta Franciaország Európa ügyi minisztere Benjamin Haddad, remélem jól mondom a nevét, hogy nem hagyhatjuk, hogy Wisconsin szavazói döntsenek Európa biztonságáról, azonban a valóság az, hogy az elmúlt két évben a figyelmeztetések ellenére csak Lengyelország tett jelentős lépéseket katonai kiadásai növelésére, illetve a kereskedelmi háború kilátása is aggodalmat kelt, mert hogy Trump a közelmúltban kijelentette, hogy akár 10-12%-os vámot, nem 10-20%-os vámot is bevezetne minden importtermékre, tehát arra is, ami az EU-ból érkezik, és hogy a belső megosztottság veszélyezteti az EU összetartását, mert még Berlin, Párizs és London vezetői tartózkodnának egy Trump győzelem támogatásától, addig mondjuk Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök asszony üdvözölnék a változást. Ez így van, mi üdvözölnénk a változást, de ezerrel. Figyelj, Monsieur Haddadnak igaza van, mert tényleg Lengyelország volt az, aki elkezdte ugye nagyon a fejlesztését a haderejének, az Egyesült Államok, hát nem azt mondom segítségével, mert ők fizetnek ezért, tehát ők megvásárolták ezeket a harci eszközöket. Azért is tudtak például MiG-29-es vadászgépeket átadni Ukrajnának, mert ők közben vásároltak F-16-os gépeket maguknak. Azért tartottak meg MiG-29-eseket, pont most volt ilyen probléma, Zelenszky követelte az összeset, de Szikorszky külügyminiszter úr mondta, hogy nem, ez nem járható út, mert Lengyelországnak meg kell tartani a védelmi képességeit, és ehhez még szükség van a MiG-29-esekre, ameddig az összes amerikai vadászbombázót le nem szállítják Varsónak. Teljesen korrekt. Donald Trump megmondta, amikor elnök volt, hogy figyeljetek, mindenki érje el a katonai fejlesztésekre szánt, ugye a GDP-nek 2%-át kell katonai fejlesztésre szánni minden NATO tagállamnak.
mindenki elsumákolta. Németország. Németország évtizedek óta elsumákolja, amit a lengyelek mondjuk megtesznek. Tehát Magyarország is megteszi, tehát bőven, tehát túl is léptük, hogyha jól emlékszem. És nyilvánvalóan az Egyesült Államok azt mondta, hogy nekünk elegünk van, hogy mi fizessünk azokért a sunyogókért, mint Franciaország, Németország, Spanyolország, tehát hatalmas országok, nagy iparral, sok pénzzel, de mégis valahogy úgy nem teljesítik ezen fizetési kötelezettségeiket így a NATO-ban. Tehát azt mondja, hogy mi nem akarunk itt a Robert bácsiai lenni ezeknek a sunyogó országoknak, és ez teljesen logikus, tehát ezt abszolút meg kell érteni. Hogyha itt egy szövetségről beszélünk, ez olyan, hogyha én egy sportklubnak a tagja vagyok, ott van egy tagdíj. Azt be kell fizetnem. Ha nem fizetem, de szól a főtitkár egyszer, kétszer, max. Háromszor, és utána mondják, Georg, téged kizártunk a csapatból, mert nem fizetted a tagdíjat már nem tudom, egy 3 éve. Teljesen jogos a dolog. Tehát itt is ennek így kell működnie, és valahogy a tagállamok most elkezdik Trumpot hibáztatni, meg ilyen furcsa jövőképet alakítanak ki, hogy vége lesz a NATO-nak, ha Trump nyer. Nem. Teljesíteni kell a kötelezettségeket, be kell fizetni, fejleszteni kell a haderőt, nem Ukrajnának kell odaadni az utolsó nyomorult páncélosunkat, vadászbombázónkat, 155 mm-es tüzérségi lövedékeinket, a kézilő fegyvereket, egyebeket, hogy Németország ott áll legatyásodva, ha ne adj Isten, lenne egy európai háború, ugye erről is beszéltünk már többször, 2 napig tudná magát tartani Németország, utána fehér zászlót lobogtatnák és megadjuk magunkat. Tehát ez nem egy járható út. Hány évtizedet tervezik már azt, hogy legyen egy közös európai haderő? Nincs. Miért nincs? Tehát az Isten szerelmére az Európai Unió is 8 éve nem tudott arról dönteni, hogy eltöröljék-e a téli-nyári időszámítás, vagy ne, ha el is törlik, akkor a téli vagy a nyári maradjon. Ha erről nem tudtak dönteni, ha nem tudták a határokat megvédeni most már idestova közel 10 éve, hát akkor hogy döntenének arról, hogy legyen egy európai haderő, és mi legyen a NATO-val? Teljesen az idő, a tények, a politikai, geopolitikai, geostratégiai történések, a háborúkat teljesen elszaladtak Európa mellett. Elfutottak, mint a nyuszi. És Európa itt áll, és csodálkozik, és jaj, mit kéne csinálni, ja, szívni kell Orbán Viktort, meg szívni kell Donald Trumpot. És ettől lesz változás? Nem lesz változás. Építettek új fegyvergyárakat, nekiálltak egy új európai haderő létesítésének. Ha csak limitáltam, mondjuk Németország, Franciaország, Hollandia már voltak ilyen tervek, esetleg ebben Magyarország is szívesen becsatlakozna. Nem történik semmi igazából. Mit ért el az Európai Unió az utóbbi 4 évben? Az, hogy a kupakokra rátettek egy ilyen liffentyűt, úgyhogy most már nem tudod rendesen bezárni, mindenki folyik a hűtőbe, vagy ha töltesz magadnak egy pohár tejet, a fele mellé megy. Szóval ez a csodája az Európai Uniónak. És akkor szidjuk Trumpot, meg szidjuk Orbán Viktor, tehát egy vicc valahol az egész, tehát komolyan mindjárt mérges leszek, a fejem is vörös lesz, mint a sapkám. Nem fogtok látni a képet. Legalább egy önazonos műsor lesz így. Így van, tehát komolyan fejleszteni kell, tehát innovációra van szükség, és amikor Orbán Viktor fogott egy mappát, oda ment Strasbourgba, és azt el akartam mondani, hogy milyen tervek vannak nekünk, mint Soros elnöknek, hogy mikre kell odafigyelni, milyen fejlesztésekre van szükség, mert különben az Egyesült Államok és Kína az úgy elhúz, hogy öröm lesz nézni. Tehát nézzünk meg Kína, tegnap néztem a kínai űrhajósok visszatérését az űrből. Csodálatos, mint technológiával rendelkeznek, tehát őrület. El fognak húzni mellettünk, de nagyon-nagyon. Meghallgatták, nem hallgatták meg. Az a díszgyökér Manfred Weber elkezdte ott a hülyeségeit, hogy Magyar Péter a jövő, Orbán Viktor a múlt, hát attól a jövőtől mentse meg minket tényleg a Jóisten, Jehova, Allah, meg Thor, meg mindenki, bárki más is, ki miben hisz. Tehát köszönjük szépen. Meg se hallgatták. Tehát kész terveket hozott, hogy gazdasági fejlesztés, innováció, kereskedelem, újra tegyük az EU-t erőssé, tegyük egy klassz, izmos dologgá, ami régen is volt, ami miatt mi magyarok beléptünk ebbe, nem, meg se hallgatták, elkezdték szapulni őt. Tehát az Isten szerelmére akkor mit várunk? Hogy lesz valami? Semmi nem lesz. Tehát izé lesz a kupakon liffentyű, hogy ne tudj most már nyugodtan egy pohár kólát meginni. Tehát mondom, az Európai Unió igazából nem tudom, haldoklik, tehát úgy elveszett ideológiákban, elveszett, meg nem valósított ötletekben,
És hogy ezekről a hibákról, a korrupcióról, ami ott van Ursula von der Leyennél, az SMS-ekben megrendelt vakcinákról, ami ott van Eva Kailinál, meg a többieknél, erről eltereljék a figyelmet, kell egy bumus, kell egy buman, kell egy bugimen. És ezt megtalálták Orbán Viktorban, megtalálták Donald Trumpban, mert amíg az ösztözet rájuk zúdítja a szennymédiájuk, addig a valós dolgokról senkinek nem kell beszélni. Tehát ez marha jól ki van találva. Csak Sántit, tehát te meg én, meg millió ember, aki most mondjuk minket néz, azok ezzel tisztában vannak. Csak mondom, nagyon sokan, akik azt mondják, hogy de szép a nyakkendője, rászavazok, azok nem, azok esetleg elhiszik. Tehát itt a probléma, valaki nem mélyed bele a politikába, nem nézi meg összefüggésében az egészet, hát akkor az elveszik valahol a sorok között, és akkor azt mondja, hogy jaj, hát hogyha ezt írta a Telex, a 444, a Német Die Welt, hát akkor ez biztos így van. Lehet, hogy úgy van, de lehet, hogy nincs így. Tehát bele kell menni a tematikába, és te is sokkal többet foglalkozol, mint politikával. Én rengeteg műsort vezetsz, tényleg fölkészülsz, belemész nagyon mélyen a politikába. Tehát látod, hogy mi a valóság, és én azt mondom, hogy lesznek problémák a NATO-val, és lesznek nyilvánvalóan behozalati libámok, mert mi az érdek az Egyesült Államoknak? Az, hogy amerikai emberek gyártsanak amerikai termékeket, ott legyenek munkahelyek, ott fizessék az adót. Ugye Donald Trump az elnöki ciklusa alatt 4 millió munkahelyet teremtett. 4 milliót, gondoljunk bele, jó, ez 5 volt, 4, így mutatom, hogy belekössön valami baloldali lapogyos pökle, már a 4-et meg az 5-öt is összekeverik. Na, szóval 4 millió volt. 4, így van, 4 millió volt, és ez egy óriási szám még az Egyesült Államokban is. Visszahozott Kínából cégeket. Hatalmas dolog volt. Bele volt írva a termékekbe, amiket ott vásároltam, made with proud in the United States. Büszkén előállítva az Egyesült Államokban. Öröm volt olvasni. Tehát ez Donald Trump, akit szídnak, akit bohócnak neveznek, akit antidemokratikusnak neveznek, és be fogja vezetni ezeket a vámokat, és Németország rá fog jönni, hogy a szankciókkal Oroszország ellen nem csak a húsába vágott, hanem igazából nagyon csúnyán térden lőtte magát, mert ha vámokat fog bevezetni Kína, először ott vannak a magas energiaárak, mert szankciók Oroszország ellen. Bevezették ugye a behozatali vámokat például az elektromos autókra a Kína ellen. Kína ezt ellensúlyozza, ők is bevezetik, például Volkswagenre, Mercedesre, BMW-re, Kína például óriási átvevő a német luxus autóknak, bevezeti ugyanúgy a behozatali vámokat. Most, ha az Egyesült Államok is be fogja ezt vezetni, hát akkor nagyon szépen állunk, akkor nem csak a Volkswagen, hanem akkor majd BMW, Mercedes, meg egyebek is elbocsátatnak 10 000-eket, mert nem fogják tudni eladni a terméket, mert az amerikai is megnézi majd az árat, ha elmegy az autókereskedésbe, és azt mondja, hogy ó, 40 000-be kerül a Volkswagen, 23 000-be kerül a Chevy, hát megveszem a Chevy-t, nem vagyok hülye majdnem a dupláját fizetni. És tényleg nagyon nagy árkülönbségek vannak. Eddig még olcsón tudták megvenni a BMW-t, ugye a BMW-t hívják, vagy a Volkswagen, de ez most ki fog esni. Tehát marad az, hogy megnézi, akkor veszek egy amerikai, tök jó is. Hát tényleg baromi jó autókat gyárt General Motors, tehát hiba nincs mondjuk egy szép új Chevy Malibu-ban, vagy egy Ford Mustang-ban, vagy valamiben is nyilván, akkor valaki vesz egy Mustangot, vagy hasonló kalibert, és nem mondjuk egy Volkswagen pólót magának ugyanazért az árért. Tehát ez egyértelmű. Tehát mondom, nem véletlenül kaptak frászt a nagy autókoncerneknek az igazgatói, meg a marketing igazgatók, mert látták, hogy mi lesz ennek a vége, hogyha Amerika is bevezeti a vámokat. Marad a belső európai piac, tehát körbe fogunk szaladgálni, úgy járunk, mint van az a játék utazás Jeruzsálembe. Van 11 ember, 10 szék, megszólal a zene, aki nem ülde, kiesik, elvesznek egy széket, és kezdődik az egész előről. Ez lesz, tehát körbe fogunk szaladgálni, és mindig valaki elvesz egy széket. És akkor megint Szijjártó miniszter urat kell ugye megemlítenem, például a tegnapi parlamenti beszédét, ami mint mindig zseniális volt, amit mond, hogy nem lehet egy egyoldalú kereskedelmet folytatni, hogy mi csak a nyugattal kereskedünk, vagy csak a kelettel, mert ez oda vezet, hogy körbe fogunk szaladgálni, és tovább is viszik el a székeket, ha elhallgat a zene. Tehát ez nagyon rossz. Hanem tényleg ez a pragmatikus politizálás, amit a magyar kormány visz, ez a gazdaság, hogy nyitunk keletfele, ha Kína fölkínál egy jó hitelkonstrukciót, felveszünk, amiért mekkora ütéseket kaptunk mindenhonnan. Kinek van az Egyesült Államok eladósodva? Ja, bocs, Kínának, oké, köszönöm szépen. Ki hova szervezte ki Németország szinte komplett a gyógyszergyártását? Kínába. Hát akkor miről beszélünk?
értelemszerűen ugye szükségünk van az orosz energiára, megtartottuk, mert nem akarjuk azt, hogy emberek milliói elveszítsék a munkájukat Magyarországon, hogy itt maradjon innováció, itt fejlődjön a gazdaság, ez orosz energiára van szükség. Ahhoz, hogy még jobban fejlődjünk, persze Kínát bevontuk például a Belgrád-Budapest vasútvonalra, mert óriási szállítások jönnek, ugye a tengeren keresztül ez elmegy Horvátországba, onnan vasútra teszik Szerbián keresztül Magyarországon át, meg tovább Nyugat-Európába. Óriási potenciál, manapság a szállítás, az egy hihetetlen fontos dolog. Látjuk, hogy milyen problémákat is ádrágulást okozott, amikor a huszik támadták a hajókat ugye a Bábel-Mandab környékén. Vagy amikor a kalózok lecsaptak Szomália partjainál. Amikor meg kell kerülni a hajóknak az egész afrikai kontinens. Óriási probléma, tehát egyszerűsíteni, gyorsítani kell a szállítási útvonalakat, ebben Magyarországba akar csatlakozni, óriási tranzitdíjakat fogunk használni, tehát ennek az útnak a kiépítése persze, hogy milliárdokba kerül, de ez világosan meg is fog térülni. Tehát a szállítás, az energia, ez jelen pillanatban a jövő, ez determinál. És ahogy a miniszter úr is mondta, ezért mi továbbra is így akarunk kereskedni, és nem hagyjuk azt, hogy Brüsszel tönkretegye a magyar gazdaságot, hogy magyar emberek többet fizessenek sokkal az energiáért, mint amit eddig fizetünk. Nem, köszönjük szépen, mi kereskedünk azzal, aki akar velünk kereskedni, ahol jó üzleteket tudunk kötni, és ez a legeslegjobb politika. Tehát nem szabad egy gazdasági hidegháborúba bonyolódni, amiben Németország nagyon csúnyán belefut. Tehát tudjuk, nyitott szájjal belefut az erdőbe, és nagyon csúnya vége lesz. És látjuk, hogy a Volkswagen zárja be már a gyárakat. És ilyen mondják ezzel, hogy jaj, csökkent a kereslet. Nem magyarázzák meg, hogy miért csökkent a kereslet. A szankciók például. Jaj, már nem szállítunk Oroszországba. Hát bocs, akkor próbáljátok meg, nem tudom eladni ennyi és ennyi Volkswagent egy év alatt Németországban, nem fogják megvenni. Mert már a németeknek is drága, mert olyan a rezsiköltség, sokan féltik a munkahelyüket. Hát így jártak, tehát mondom, ez egy nagyon jó út, ami Magyarország jár, és hogyha az ellenzék ezt nem érti, akkor valóban annyira ostobák, hogy nem tudom, több útrangot kellene, hogy hallgassanak, hogy egy kicsit képet kapjanak az aktuális politikáról, meg a gazdaságpolitikáról. Ez a mai végszó, és természetesen fogjuk folytatni majd az elemzéseket. Most, amikor lezárjuk a beszélgetést, november 5-e 10 óra 14 perc van délelőtt magyarországi idő szerint. Várjuk a folytatást, kedves Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Hát egy élmény volt, és csak annyit tudok még hozzátenni, fight, 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 tehát tényleg szabazzon mindenki. Így van, a nagykövetségen vagy kint az államújvügyénk, az a nagykövetségeken is lehet szavazni. Akinek úgyhogy nincs állampolgársága, gyorsan szerezzen, vagy menjen gyorsan oda, szerezzen, oda, mondjon be igen, egy nevet, én nem adom oda az ID-mat, igen, Millernek hívnak, de nem adok ID-t, de szeretnék szavazni, szerintem sikerülni fog. Úgyhogy figyelj, hát a hétvégén szerintem még ki fogjuk vesézni a dolgokat, úgyhogy addig reméljük, hogy lesz eredmény. És hát addig nagyon sok sikert, jó műsorvezetést a többi szakértővel, szerintem ez a vezető téma most a következő 24-48 órában úgyis, és hát addig is minden jót Donald Trumpnak, és szurkolunk érte innen Budapestről. Figyelünk, elemzünk, ma este 8 óra után pár perccel lesz élő választási műsorunk, meg holnap este 8 óra után pár perccel is. Ma megnézzük az aktuális állást, holnap meg majd elmeséljük az egész történetet. Éjszaka meg, mivel mindenki más is élő műsort csinál, hagyjuk, hogy a hallgatók azt nézzék, aki meg szeretne, nyugodtan aludjon. Én nem tudom, hogy át tudom-e majd aludni az éjszakát. Nem, szerintem ez túl is kérdez, hogy alszok, aztán annyira izgalmas lesz, hogy nem, de majd meglátjuk. Múltkor is éjszaka kettőig sikerült, aztán fölébredtem, úgy járt az agyam, mondom, most már akkor bekapcsolom a tévét, mert úgyse bírok aludni. Na, úgyhogy ez a mai, meg a következő napok programja. Mindenkinek szép napot kívánok, tartsanak velünk, viszontlátásra, viszonthallásra. Így van, csodás napot, sziasztok!